Azt hiszem, sokakat érintő témával folytatjuk. Idén 40 éves a világ első lombik bébie. Világszenzációnak számító születése óta a Földön közel 6 millióra tehető azoknak a szám, akiknek élete in vitro megtermékenyítéssel kezdődött. Mivel a meddőség napjainkra népbetegségé vált idehaza, és egyre több terméketlen párnak a lombik bébi program az egyetlen út a hőn áhított gyermekáldáshoz. Az eljárással kapcsolatos tényekről és tévhitekről is beszélgetünk a következő percekben. Vendégünk dr. Forgács Vince, az orvostudomány kandidátusa, a Forgács Intézet igazgatója. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Kezdjük talán egy picit a száraz számokkal, de muszáj érzékeltetni azt, hogy ma Magyarországon hány házas párt érint a meddőség vajon? Valóban népbetegségről van szó itthon is? Igen, népbetegség, és ha már Mikulás napnál tartunk, én reménykedem benne, hogy a Mikulás sok gyereket fog hozni. Ezt kívánok. Én úgy gondolom, hogy ez tényleg népbetegség. A statisztikák azt mutatják, hogy a gyermek után vágyó házaspároknak, az úgynevezett fertilis korú házaspároknak körülbelül a 15-20%-át érinti kisebb-nagyobb mértékben ez a gond. És ha belegondolunk, akkor ez 100 000-es nagyságrend Magyarországon, közelít a 800 000-hez. Tehát erre már nyugodtan rá lehet mondani, hogy népbetegség. Nem csak itt, mindenhol az úgynevezett civilizált világban. És villámgyorsan akkor egy tévhitet is oszlassunk el, ha már a tévhitekről is szó esett. Mi is voltunk hasonló vizsgálaton, és ott a doktor úr jelezte, hogy ez nem csak a nőket érinti, ez a férfiakat is. Igen, tehát egy kicsit az okokról, hogyha beszélhet. Így igaz. Senki nem lehet büszke arra, hogy rajta ugyan nem múlik. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyjából 50-50%-ban vagyunk ludasak, idézőjelbetével ludasak, vagy okozhatjuk azt, hogy nem jön létre a vágyott utód. Néha ezek keverednek is, tehát mind a két oldalról egy kisebb gond a hölgy oldaláról, egy kisebb gond a fér oldaláról, de ezek összeadódnak és elegendők ahhoz, hogy megakadályozzák az új magzat megfoganását. De melyek ezek az okok? Nyilván itt az életkor az egy nagy rizikófaktor, főleg ugye... Egyre nagyobb, mert hogy az első gyermek vállalási időpontja is egyre inkább kitolódik. Gondolom, hogy az egyik az életkor. De milyen más okok? Rengeteg olyan ok van, és ami miatt a lombik programot, vagy az angolok mondták annak egyen, a Test Tube Baby programot arra találták ki, ha valakinek a petevezetője elzáródott, értelemszerűen hölgyekről beszélek most. Tehát petevezető elzáródású organikus meddőségről beszélünk, amikor a petesejt és a spermium randevújának a helye hiányzik. Ez volt az elsődleges klasszikus indikációja a lombik bébi programnak. Azon kívül csomó olyan női betegség van, a miomától kezdve a petefészek cisztákig, például az endometriózisig, amelyek megakadályozhatják a peteérés, megakadályozhatják a megtermékenyülést, uram, bocsánat, beágyazódást. A férfi oldalon kicsit civilizációs betegség is, hogy egyre csökken az ejakulátumban levő spermiumoknak a száma, mozgékonysága és rosszabb morfológiájú termelünk mi férfiak, tehát nem lehetünk mi sem büszkék arra, hogy nálunk nem romlottak a paraméterek, hiszen a WHO új statisztikája már normális alsó határú spermiumnak olyat mond, ami a valóságban már néha a lombik bébi program indikációját súrolja. Tehát ebben a civilizációs ártalmak szerepet játszanak. A női oldalon pedig hát az életkornak az előre haladása, és azt tudnunk kell, hogy a hölgyek a petesejtjeikkel együtt születnek. Igen, és tehát ezek kopnak az évek folyamán. Tehát hogyha van egy, bocsánat, egy 40 feletti hölgy, akkor a petesejtje is 40 fölöttiek, és nem úgy így van. Igaz. Micsoda igazságtalanság, mint a férfiaknál, ahol 3 havonta újra termelődik, ha nem mondok nagy butaságot. Nagyon okosat mondod, de azért azt is tudni kell, hogy a férfiaknál is egyre több kromoszóma törés keletkezik a spermiumban, tehát ne legyünk mi nagyon büszkék magunkra, tehát idősebb férfiaknál is hozhat kromoszóma hibát maga a genetikai anyag, és ha ezek szummálódnak, akkor bizony ezek az embrió létrejötték, elvezetik a terhességet, idézőbb a terhességet, viszont már nem jutnak el odáig, hogy pozitív legyen a terhességi teszt, mert a genetikai rostán a rossz kromoszómájú korai embriók kipotyognak. Hogy embrióról beszéljünk, csak a félreértések elkerülése véget, ez egy sejtnagyságú lény, ami azt jelenti, hogy 6-900 mikrométer az átmérője, tehát senki ne gondolkodjon homunkuluszban, ne gondolkodjon kis embrióban, amikor erről a terhességi időszakról, vagy erről az embriológiáról beszélünk. Érjünk át magára egy kicsit a lombik bébire, elsősorban arra, hogy mikor érdemes
önökhöz, vagy általában Lombik Baby programhoz fordulni? Mennyi időnek kell eltelnie, mennyire nem sikerült terhesség kell ahhoz, hogy önökhöz forduljon az ember? Mit javasol, mit gondol erről? A válaszom az, hogy minél előbb. Ez azt jelenti, hogy normál körülmények között egy házas pár, ha utódot szeretne, és egy évig minden igyekezetük ellenére nem jön létre egy terhesség, akkor tanácsos szakemberhez fordul. De ez nem jelenti a Lombik programot. Azt jelenti, hogy egyszer egy olyan intézetben, ahol a kivizsgálásnak minden formáját tudják, ismerik és gyakorolják, egy 2-3 hónap alatt, legkésőbb 3 hónap alatt meg tudjuk mondani, hogy van egyáltalán akadálya a teherbejutásnak, ha akadálya van, milyen akadálya van, és hogy ezt az akadályt hogy tudjuk elhárítani. Tehát egy komplett tervezést tudunk csinálni, hogyha 3 hónapos procedúrán keresztül megy egy házaspár, és mindenképpen tudunk terápiás javaslatot. Önnek ez a javaslat. A kivizsgálás részét legalábbis minél előbb meg kell kezdeni. Amikor Lombik Baby programról beszélgetünk, akkor megint csak az embernek korábbi évek tapasztalata, hogy hosszú várólisták, hogy drága kezelésről van szó. Most jelenleg az állam hogyan segíti, dotálja a Lombik Baby programokat? Hihetetlen előnyös módon. Ennek őszintén örülünk. Éveken keresztül kértük a pácienseink érdekében, hogy ne legyenek várólisták, hiszen egy 40 éves hölgy nem várhat nem csak egy évet, hanem egy napot sem. Kár, hogy nem 38 éves korában jelentkezett először. A kéréseinket meghallgatták, és tavaly első fordulóban az állami intézetek kaptak 4000 plusz ciklus lehetőséget, és ebben az évben még privát tulajdonú, de OEP szerződéssel, egészségbiztosítási szerződéssel rendelkező intézet is kapott, és azt jelenti, hogy Magyarországon a 11 egészségbiztosítási pénztárral szerződött, szektorsemlegesen finanszírozott intézet összességében kapott 12-13 ezer ciklus kezelése lehetősége. Duplája gyakorlatilag szinte annak, ami volt akár egy-két évvel ezelőtt, ugye? És ez egyébként igen azokat az igényeket? Örömmel mondom, hogy igen. Ezt mi kiszámoltuk, és hála Istennek megkaptuk azokat a lehetőségeket, hogy most már praktikusan várólista nélkül, vagy minimális várakozás, ez is csak tervezési idő, várakozással minden arra rászoruló pácienst tudjunk kezelni. Na ez azt hiszem, hogy tényleg jó hír, hogy a várólisták gyakorlatilag eltűntek. El fog tűnni, ha ez a 11 intézet teljes kapacitással dolgozik, és fel is tudja dolgozni idézőbetéve ezt az óriási beteganyagot, reményeink szerint megszűnnek a várólisták, és több gyerek születik. Tanár úr, nagyon rövid az időnk, 2 percünk maradt. Nagyon sok kéthely van az emberekben, amikor belevág egy ilyen programba, például, hogy a fejlődési rendellenességek előfordulása, gyakorisága és súlyossága vajon egy ilyen eljárás ilyen program során született gyermeknél magasabb-e, mint a természetes szüléseknél? Tulajdonképpen ugye a tudomány azt mondja, hogy szignifikáns eltérések nincsenek. Azért azt el kell mondani, hogy mi olyan esetekben is létrehozunk terhességet, és segítünk világra újszülöttet, amelyek, vagy akik a mi segítségünk nélkül, enélkül a speciális technika nélkül, például a spermium injektálás, nagyorvos spermium esetén nem jönnének létre. Minimálisan emelkedhet a fejlődési rendellenességek száma, de ez valójában nem üti meg azt a mértéket, ami visszatántoríthatna bárkit is attól, hogy... És ez az eljárásnak köszönhető, vagy annak, hogy azok a párok, akik részt vesznek ezen a programon, már eleve több ilyen rendellenességet, feltételező okot hordoznak magukban? Inkább az utóbbira gondolok, és azt nem szabad elfelejteni, hogy vannak olyan speciális technikák a laboratóriumban, például nálunk is, ahol egy timelapse videót készítünk az embrió fejlődéséről, és látjuk, hogy hol történhetett olyan kóra sejtosztódás, ami megpecsételheti az embrió sorsát. Maga a technológia nagy valószínűséggel nem okoz többet, és ez nem az a mértékű negatív hatás, mint ami miatt nekünk aggódni kellene. És hogyha bármi olyan fejlődési rendellenesség létrejönne, az a nagyon kora terhességben 100% biztonsággal kimutatható lenne. Én emiatt nem aggódom. Én amiatt aggódom, hogy egyre több 40 fölötti hölgy kerül hozzánk, akiknél viszont
a 30 éves 45-50%-os terhességi rátával szemben már csak 10-15% körül beszélhetünk a remény. Doktor úr, én kívánom, hogy minél több gyermek szülessen, azt hiszem ez mindannyiunknak a célja. A hölgyek pedig ne várjanak olyan sokáig. Ne várjanak. Az első gyermek. Minél többnek tudjanak még mindig segíteni. Nagyon szépen köszönöm. A régi latin közmondás igaz, hogy qui tempus habet, vitam habet. Tehát aki időt nyer, tehát idejében jön, az életet nyer.